Az eddig jó intézkedések nem elegendőek. Ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor a kórházak nem bírják el a terhelést. Ezzel indokolta Orbán Viktor miniszterelnök, hogy újabb szigorítások lépnek életbe szerdán 0 órától. Sok millió ember életét befolyásolják ezek. Kijárási tilalom lesz este 8-tól reggel 5-ig. Digitális oktatásra állnak át a középiskolák, valamint az egyetemek. Legkésőbb este 7-kor bezárnak az üzletek. Nincsen egész nap étterem, mozi, színház, uszoda. A stadionokba nem mehetnek nézők. 30 napig tart, vagy ki tudja meddig. A megbetegedések számát csökkentenünk kell. Az operatív törzsülése után közösségi oldalán jelentette be Orbán Viktor a járvány elleni védekezés érdekében hozott döntéseket. A miniszterelnök azt mondta, ezekre azért van szükség, mert ha továbbra is ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor a kórházak nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel. A kórházakat ugyan felszereltük, és minden rendelkezésre áll, ágy, lélegeztetőgép, maszk, védőfelszerelések. Az orvosaink és az ápolónőink is emberfeletti munkát végeznek, de ők is emberek, és számuk véges. Ráadásul a vakcina megérkezéséig még több hét van hátra. Ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor az orvosaink és az ápolónőink, vagyis a kórházaink nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel. Ezért ezt a terhet, vagyis a megbetegedések számát csökkentenünk kell. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a járvány kezdete óta Magyarországon 109 ezeren, Európában 8 milliónyian betegedtek meg, és a tapasztalatok szerint a járvány lefolyása Magyarországon 1-2 hét késéssel követi az ausztriait. A miniszterelnök kiemelte, a maszkviselés önmagában már nem lassít eléggé, ezért a járvány terjedését korlátozó intézkedéseket kell bevezetni, ha az országgyűlés megadja a kormány számára a rendkívüli felhatalmazást. Este 8 óra és hajnal 5 óra között kijárási tilalom lesz. 8 órára mindenkinek haza kell érnie, felmentés csak a munkába, és a munkából hazajárás, illetve rendkívüli esetekben lehetséges. Minden gyülekezés tilos. Az éttermek bezárnak. Csak házhoz szállítás lehetséges, az üzemi étkezdék azonban nyitva tarthatnak. Az üzletek és a fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók este 19 órakor bezárnak. Orbán Viktor hozzátette, a szállodák csak üzleti célú vendégeket fogadhatnak, turistákat nem. Általános rendezvénytilalom lép életbe. Családi összejöveteleken, magánrendezvényeken legfeljebb 10-10 vehetnek részt. Esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek, az egyházi, illetve a polgári szertartáson a szertartáshoz szükséges személyek, a tanúk, a szülők és a testvérek vehetnek részt. A temetéseken sajnos legfeljebb csak 50 fő vehet részt. A kormányfő kitért arra is, hogy a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet csak megrendezni. Szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapat sport tilos. Az új szabályok szerint a szabadidős létesítményeket, fitnesstermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, színházakat és állatkerteket zárva kell tartani. A felsőoktatás csak online formában működhet, és a felsőoktatási kollégiumokat is be kell zárni. A középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatás lép életbe. A bölcsődék, óvodák és az általános iskolák nyitva maradnak. A kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat és az óvónőket és a bölcsődei dolgozókat hetente célzottan tesztelni kell, akkor is, és ezt őszintén meg kell mondanom, ha tudjuk, hogy a gyors teszt csak 50-60%-os biztonságot ad. A kormányfő a gazdasági intézkedésekre rátérve elmondta, a kereskedelmi és iparkamara javaslatára a szállodáknál a zárás utáni első 30 napban a november 8-áig történt foglalásokat, illetve azok 80%-át az állam megtéríti. Ennek feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el, és azok megkapják a fizetésüket. Az éttermeknek és a szabadidős létesítményeknek a dolgozóik után erre a 30 napra nem kell járulékot fizetni. És az állam a munkavállalók bérének a felét megtéríti. Ennek föltétele, hogy a munkavállalót ne bocsássák el, és a munkavállalók megkapják a fizetésüket. Orbán Viktor közölte, ezek az intézkedések kedd éjféltől, vagyis szerda 0 órától lépnek majd hatályba, és most 30 napra vezetik be őket, de ha szükséges, meghosszabbíthatják azokat. Vigyázzunk egymásra! Ha összefogunk, együtt újra sikerülni fog.